Ziel. Ham, 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 ham. Minden ide kap. De miért morogsz amúgy? Megszállta egy ördög. Ördög, démon! Hagyd el ezt a testet! Hagyd el! Hagyd el! Hagyd el ezt a testet, démon! Hagyd el most! Mondd el a neved! Hagyd ezt a testet most! És most hagyd el. Nagyon elég. Amint ígértem, srácok, itt a... Előre? Itt a tápkeg Q&A, question and answer, gyengépek kedvéért. Nem olvastam egyébként előket, random lesz. Szia! A koffeines pörgetőknek mi a káros hatása, illetve ha van pozitív hatása, mik azok? Hát ezekben az előző dolgokban pont elmondtam a torfogyasztásánál, hogy a túlzott koffeinfogyasztás nem feltétlenül van jó hatással se a szívre, se a vérnyomásra, se az egész keringésre. Napi 3 csésze kávé egészségesnek mondható, de a kávéban lévő koffein nem azonos a pörgetőben lévő koffeinnel. A kávéban lévő polifenolok miatt sokkal jobban hasznos a koffein, viszont a pörgetőben van nagyon sok más egyéb dolog, ami miatt a mentális fókuszon képes javítani. Egyébként a stimulánsmentes tort is kérdeztetik, hogy van értelme. Van értelme, lehet csak placebo, de ha már placebóként elhízhat, akkor már az hatni fog. De én úgy érzem, hogy megiszom, késő este nyilván nem szoktam koffeint fogyasztani. Nagy mértékben képes javítani, akár egy lábedzésen is, ahhoz képes, hogy nincs benne koffein. Na most egy edzés előttem mit érzel? Megiszod, dur, vizselex, D-talanin, oké. Mi lehet még jó, ami pozitív hatást, hogy edzés előttiből koffein, ezt érzed, ettől leszel élénkettől, nyílik ki a kis szemed. Viszont még ott van mellette, ami nagyon jó dolog lehet, a citrulin, ugye ami a citrulinból algin lesz, ami a beduranáshoz kell, stb. Amúgy a beduranásnak semmi köze a izmosodáshoz, de kurva jó érzés, jó tesz a kis lelkednek, jó tesz a kis agyadnak. Mi lehet még, ami jó? B-talanin, ugye segít kitolni a fáradtságot, stb. Plusz a koffeinmentes stimulánsokban is ez a sok-sok dolog szerintem képes összeadódni, és így felerősíteni egymás hatását. Ezáltal a mentális fókuszodon képes javítani. Pluszba elhiszed, hogy használ, akkor biztos használni is fog. Asfogandera, mi a véleményed? Ér valamit, vagy nagyon túl hype-olt? Ezt elmondtam az előző videóban, ugye ezzel most nem fog kitérni. Berberint elmondtam, nem mondtam a berberint. Berberin fogyasztása, evés után kell emellé króm. Na most ugye a berberin az miben segít? A berberin képes segíteni akár a naturális sportolónak és a magas CH napokon. Nem olyan, mint egy inzulin, hogy beversz belőle 10 egységet, és akkor ez a CH az tuti, hogy jó helyre fog kerülni, annyi ilyen inzulin válasza. Viszont képes abban segíteni, hogy a vércukrot szabályozza, emésztés segítő hatása és pozitív hatása van, ezáltal jobban is fogod emésztetni a dolgokat. Viszont a vércukor szabályozásban van ugye a berberinnek kiemelten fontos szerepe. Kérdésre válaszolva és egyszerűen válaszolva, igen, képes hozzájárulni, igen, képes a CH-nak cseréhez hozzájárulni pozitív hatással, igen, segíthet, igen, hatásos. Nem érdemes gyümölcsből, zöldségbe venni a szükséges vitaminokat? Kúra jó kérdés. Egyébként ez lenne a legoptimálisabb a testnek, honnan vinnénk be. De nyilván az embereknek az ilyen táplálkozása és rohanó élete mellett ez abszolút lehetetlen, mert egy kiegyensúlyozott és jól felépített étrendnek megfelelő arányokba kell tartalmazni a rostokat, zöldséget, gyümölcsöt, többfajta húst, többfajta CH forrást. Gyakorlatilag ez egy olyan embernek, akinek nem ez a munkája, mint nekem, ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen és lehetetlen, úgyhogy a vitamin kiegészítésnek ebben az esetben fontos szerepe lehet. Úgyhogy igen. Zsírégető verseny felkészüléshez. Wow, ez egy nagyon jó téma, zsírégető. A zsírégető nem fog neked zsírt égetni. A zsírégetőkben nagy részt mi van? L-karnitin. Zsírégetéshez pont egyébként szarcsér, vagy közel nincsen hozzá.
minimálisan talán 1-2%-kal. Az elkanyíti nekem itt például a szívre gyakorolt hatása, pozitív hatása lehet jó, csak mellékesen mondom. Zsírigető, tehát mit tartalmaz a zsírigető? Vagy van benne ginzeng, van valamilyen eferit származék, a pultaló kapod és amerikai, vagy koffein. Na most ez mind-mind stimuláns. Ugye itt a koffein a nagy mértékben, ami megdobja az egészet. Koffeinnek zsírigető hatása közvetlenül minimális, elenyésző, nagyon kevés. Viszont a zsírigető mi lehet jó? Ha ezáltal, meg plusz bizonyos zsírigetők tartalmaznak olyan dolgokat, amiknek étvágycsökkentő hatását. Viszont a zsírigető által aktívabb vagy, több a napi lépésszámod, fizikai aktivitásod megnő, ez viszont már pozitív hatással lehet a zsírigetőse. Úgyhogy közvetlen a zsírigető használata nem vezet ehhez, de ezek a dolgok plusz pozitív dolgok, a napi aktivitás, éberség, stb. Viszont hozzájárul az, hogy több zsírt veszíts, úgyhogy úgy van értelme, de erre tökéletesen jó a kávés. Tesztoszteron növölt olyan 18 évesnek, tehát 18 évesen kisfiam a faszod így áll alapból, és nem minimum, hogy kellene a tesztoszteron növelő. Egy egészséges 18 évesnek nincs szüksége nekre. Ezek a tesztoszteron növelők amúgy is szart sérnek. Bizonyos kúra után minimálisan képesek a tesztószintet visszahúzni. Talán a libidón növelhetnek, de egyébként ez is placebo. Szerintem szart sérne. Egy 18 éves srácnak meg békép nem. Kreatinnal érdemes néha szünetet tartani. Az unboxingnál is elmondtam, kreatinnal nem kell szünetet tartani, végig folyamatosan életed végig szedhető. Meg lesz a pro kártya? Hát ez nem tápkérdés, de mindenképpen meg lesz. Szükséged van vérnyomás csökkentő szedésére? Hát ez se tápkérdés, de egyébként szedek igen vérnyomás csökkentő. Szia, van olyan táplálék egészítő, amit sokan szednek, de valójában hasztalan? Zsíregetők, amint elmondtam, magában kollagén. Szerintem a kollagén is egy rossz minőségű fehérje. A csajok, szebb lesz a bőre, meg a izület, meg stb. Ezekre szedik. Erről is most ódákat lent az engem, szerintem totálisan felesleges. Mit lehetne még felsorolni, vagy gondolkodok? Nagyon sok baromságot szednek az emberek, ami haszontalan. Tesztófokozó, tehát például. Ez tápkérdő. Tömegnevelő, igazán Bertónak. Tömegnevelő, abszolút baromság. Inkább egy jó minőségű fehér, és akkor azt új variálod akarod. Ha akarod, raksz bele rizskását, zabot, banán, magyarogat, és kész a tömegnevelő. Amúgy ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi a leghaszontalanabb tápkérdő, amit használnak. Tesztófokozó. Leghasznosabb tápkeg, wow, de ez jó. Omega 3, ott kezdeném szerintem. Ezt nagyon-nagyon kis mennyiségbe tudj bevinni, és kibaszott túl fontos és hasznos. Leghasznosabb. Nehéz ennek kérdően egyébként. Fehérje mindenképp szerintem, de ezt is elmondtam, hogy kell-e vagy nem kell-e. Kreatin, full kreatin, monohidrát ebből is. Ezt nem mondtam az előbb a különböző kreatin mátrixok közül, hogy hagyjuk az egészet, és inkább támaszkodjunk a kreatin monohidrátra. Vitamin, de ezt is elmondtam, hogy szerintem azt mivel nem tudjuk bevinni, sajnos a vegyes táplálkozásból fontos. Kreatin, vitamin, fehérje, omega 3. A többi, nagyon hasznosak a többi, és kurva hasznos, ashwagandha, berberin, alfaliponsav, D-vitamin, cink, magnézium, blablabla, bla, 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 amiket elmondtam az unboxing videóban is, de ha legfontosabb és top táplét kell nézni, akkor ezeket mondanám a fehérje, omega 3, vitamin, és mit mondtam, kreatin, bocsánat. Milyen kreatint érdemes szedni? Monohidrát vagy valamilyen komplex? Csak, only monohidrát. Szia, szív- és érrendszer védelmére omega 3 mellett érdemes még használni valamit? L-karnitin mondtam, D-vitamin is kurva jó rá. Natokinász. Berberin, már ezt elmondtuk. Tömegnévés alatt milyen táplálékeket használsz, ugyanazt, mint diétában, ez megvan az előző videóban, az unboxingban. Szia Krisz, szerinted van különbség egyes gyártók proteinminőségek között? Jó kérdés.
Na most a legfőbb probléma, nem probléma. Magyarországon tényleges aminosav tartalmat egy fehérre nem kell feltüntetni. Melyik a jó fehérre? Nyilván az a legjobb fehérre, ami legnagyobb mennyiségben tartalmazza a leucint. A tápjeggyártók ezzel úgy szoktak ügyeskedni, hogy rosszabb minőségű olcsó aminosavakkal felütik a alacsony fehértartalmú fehérjét, ezáltal megnő a fehéretartalom. Papíron tök jó, azt mert benne van 23 gram fehérje a 30-ból, viszont az aminosav profil hót szar lesz, és a leucint tartalma meg egy nagy kalap szar. Nálunk természetesen ezzel nincsen probléma. Egyéb tápjeggyártókkal volt probléma, nem is emelnék ki egyet, aki nem volt egy nagy balhé, mert ebből ez itt is balhé lenne, de szerintem nem nehéz kitalálni, hogy Magyarországon meg tápjeggyártó az, nincsen olyan sok. Úgyhogy vannak egyébként nagyon eltérő különbségek. Nem feltétlenül mindig a legdrágább fehér a legjobb. Ezt fehérjéknél elmondtam már ott a unboxingnál is, hogy mit kell figyelembe venni egy fehérjénél. Ne puffadj tőle, ne menjen tőle a hasad, ne legyen ilyen diszkomfort érzés a hasadban, tehát mint hozzátartozik, vagyis könnyen emészd, finom legyen, és kész pont. Ennyi. És az izóvel Jimmy mellett tökéletesen jó. De a trúva is egyébként kurva jó szerintem. Mitől hatékony a koffeinmentes edzés előtti forma? Ezeket már pont elmondtam. Plusz vannak olyan számomra nem vagyok nyilván ez expert tápjeg szakértő, olyan dolgok, amik nem tudok konkrét nevet felsorolni, de ha megnézel a koffeinmentes formulákat, akkor vannak benne olyan bizonyos összetevő, ami pontosan ezt a mentális fókusz képes fokozni, tehát nem a koffein által elért éberséget tudja neked adni, hanem egy ilyen mentálisabb, jobb fókusz. Fáradt vagy persze fáradt leszed, de megfúz a súlyt, meg húzol kettőt, akkor abból felébredsz, megindul a vérkeringésed, plusz a mentális fókuszod jobb, akkor keci volt az edzés. Macsa. Micsa? Macsa. Macsa te? Nem ittam még, mert tudom mondani a macsata, én nem ittam még. Jimmy-ben kívül melyik tápja egy átot ajánlat? Hát ez most komoly, csak a Jimmy, mint a lájik Jimmy. Az algin alfa-ketoglutarátról mi a véleményed? Te használod? Miért használnál? Minek? Miért? Te is, és te is miért használnád? Tehát eleve arginin az citrulinból lesz, tehát magában csak citrulint fogyasztasz, akkor abból arginin fog a testedbe termelődni, citrulin hatására. Nem kell bedurranás fokozó, ez a bedurranás nem szükséges a hipertrófiához. Nem attól lesz jó egy edzés, hogy bedurransz, mennyire durran be, ez csak a kis agyadnak jó, kurvára lényegtelen, hogy bedurransz-e, vagy nem. Az, hogy be van durranva a karom, és nem tudom megemelni, és a tükörbe geció már 2 centivel esetleg nagyobb, ez tök jó, meg csinálsz egy fasz a képet Instára, de még egyszer elmondom, ez nem kell ahhoz, hogy izmosabb legyél és hipertrófiát válts ki a edzéseid által. Ez egy totális nagy baromság és fasság, amit testépítők százai szajkóznak, és elmondják, hogy hú, pump meg, bedúrani meg, Arnoldnak is a baromsága, meg nagyon sok testépítőt látok, hogy ez egy good pump workout volt. Totális fasság. Tehát nem. Jó érzés, de enélkül is, ha te szart se durransz be, akkor is fogsz izmosodni. Mondok egy példát. Vegyünk egy egyszerű példát, mondjuk legyen egy fekvenyomás ruddal. Nyomsz 30 kilóba, nyomsz 4-szer, mondjuk 25-30-at koncentrált, inzuláltan, geci jól be fog durrani. Értél vele valamit? Szart se, vagyis ha amelyik az edzés már rakom, hogy nyomsz mondjuk 120 kilóval 3x8-at mondjuk, vagy 3x, legyen 3x8. Akkor melyik edzésre éltél többet? Azzal, amivel telepumpáltad vérre, vagy azzal, amivel mondjuk ezt az ismétlést tartomány nyomtad. Tehát nem szükséges a bedurranás. Ezáltal algani a alfa-ketoglutarát sem szükséges. Sok emberrel láttam, hogy kreatin edzésre tanálják például koként BC is van jelentősége, mikor abszolút nincs jelentősége. Totálisan lényegtelen, hogy most edzés előtt. A testek kreatin szintje az mindegy, az fel legyen töltve, kész pont. És ez most, ha megiszod, reggel is van töltve, ha edzés után is fel van töltve, tehát ha megiszod, az nem, este megiszod, az edzés előtt nem fog leürülni. Edzés hatására kopik egyébként, tehát lényegtelen. Kreatin, BCL, glutamin 3-asnál fontossági sorrend, BCL-t hagyd a faszomba, glutamin csak az emésztés és gyomrok miatt, kreatin mellett 1000-re.
Egy olyan ember, aki nem járatos a tápjeg világában, mit ajánlasz? Olvasson sokat és nézze meg ezt a videót. Ha csak 25 ezer forint lenne havonta tápjeg, mire költeni? Ez egy jó. Na ez jó. Ez egy jó kérdés. 25 ezer amúgy egy, nem is egy rossz kínvás alap. Egy kiló fehérjére már elmegyünk 13 ezer forint. 10 ezer forint. Oké. Omega 3-ra mondjuk arra. 3 ezer több az, 4 ezer. Nem tudom, hogy az árakat gymingre. 4 ezer. Omega 3, folyékony vagy sima? Sima kapszulás, meg 4 ezer, aki a Bertolt fejből tudja. Az ugye már mondjuk 13 ezer durván számolva. Kreatin. Ez a húzós, ha egy hónapra bontjuk le, akkor az nem. Hát most mennyi egy kiló kreatin az? Egy kiló kreatin. Fél kiló, az 9000 forint. Fél kiló 9000 forint, 5 gram naponta, 150 gram havonta, az annak a harmada. 3000 forint. Akkor ott tartunk, hogy mennyi Bertolt? 16-nál. Tök jó. Multivitamin. 7000. És még egy, EA. Nem mondjuk, ha látom te. Nem tudom, most nem látom, hogy ki a sajnos, de... Igen, és egyébként ezzel le is fethetnénk, ezt ki is rakadtuk volna a posztba. Nem hiányzik az éjszaka élet? Ez hogy a faszom miatt? Hát én régen nagy bulis voltam egyébként. Jó, a jó bulik, azért jó bulik, én még nem bántam meg ezeket a bulikat, ezt most sem elmondom, tehát olyan bulikban volt részem, ami pontosan kellett. Az a bulis időszak kellett ahhoz, hogy most már olyan szinten fókuszálják erre, hogy az ne hiányozzon abszolút. Hát megértem azt is, a jó bulit az most az, hogy másnap feltreng, meg nem alszok, meg nem pihenek, nem hiányzik, de egy jó buli, az nyilván jó érzés a kis szervezetednek, meg a testednek, meg a kis agyadnak. De egyébként már nem. Bármilyen diétában is érdemes tolni? Így van. Szia Krisz, vesékvédelem milyen vitamint ajánlasz? Szilimarin. Ja, meg persze, igen, víz. Kis vesér azért majd kiválasztani, úgy tud egyébként legjobban megvédeni vagy óvni. Folyamatosan kiválaszt, dolgozik, és ez a megfelelő folyadékfogyasztás kurvára fontos. Szia, hogy oldja meg a fejbe, tehát az eddig próbált proteinktől mintől öklendezett. Drága Dániel, eljön meg öklendezett, ez borzalmas. Másnap nincs pénze megvenni, ezt meg sem tudja inni. Tehát azért ne legyünk mennyien kurvák, hogy öklendezek egy fehérjét, a bazd meg. Összerázod, megiszod, kész, pont. Azért ne legyünk mennyire elkurvulva. Amúgy, ja. Dávid Fit Ninja, Dávid egyébként online-os vendégem, Szlovákiából. Kreatintól impotens leszek egyébként. Problémája, erekció problémája vannak, ezt most el tudom mondani, Dávid. Vicces, semmilyen nincs, és mindig fasságot kérdezel. Igen, Dávid, te biztosan impotens leszel. Remélem, hasznos információkat tudtunk szolgálni. Bertolt egyébként bedobta azt, de az lehet túl rövid lenne. De egy következő részben majd készül nektek egy olyannal, ahol egy ilyen low budget tápkieg csomagot rakunk össze. Összerakunk több fajtát, lesz mondjuk egy 20 ezer forint, 25 ezer forint körül, vagy 20-25 ezer forint alatti körül. Feletti meg lesz egy olyan, ahol nem számít a lőszer és orba szájba, ami van. Egyébként az egy tök jó, tehát ezt a három pakot összecsomagolni, vagy összerakni. Még egyszer remélem, hasznos információkat tudtunk szolgálni. Ha esetleg nem tettétek volna, mert mindenképpen iratkozzatok fel, Jim Beam termékek vásárlásánál pedig BKSZ5 kód. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk és megnéztétek, és köszönjük természetesen Bertolnak is, hogy ezt a fasz a videót nektek odavarázsolta. Online coachingra tudtok jelentkezni, rám írjatok Instán, vagy Bertolt ide bedobja az e-mail címemet, ide is tudtok írni. Jó edzés mindenkinek, sziasztok!